további sok sikert. Benedek Zoli nincs a következő helyére. Benke József szintén nincs. Bóta László utánsukat szeretném a pódiumra. Ő is tisztelt díjat kap. Gratulálunk, tovább is az esetén. Dújma János, kér. Legyen szíves, kér. Régóta tenyésztő a Texán, de az eredményesen is nagyon aktív támogatója a klubnak. Gratulálunk, további sok sikert, és további támogatást kérünk. Gólya Tibor, klubtársunkat szeretném kérni, aki éppen operatőr. 94 pontos galamért tiszteletet kap. Gratulálok, további sok sikert kívánok. Juhász János, az örök fiatal, alapítótak és most is viszi a díjakat, tiszteletdíjjal jutalmazok aktivitását. Jó lenne, ha igazat, de az örök fiatal. Rajta is van, igyekezzük. Juhász Jánost szeretnék kérni. István. Igen, Juhász István, úgy van. A kamera maradt. Juhász István, elnök is kérek. 95 pontos garamján tiszteletet kap. Gratulálunk, további sok sikert. Nagy Sándor, Kisújszállási Egyesület, aktív tagja, próbál. Gratulálunk, hogy a francia idegszívót, a Sas Kálmán, nem látom a Kálmán, Vékarcsi Ecsekfalva, Károly elnyezést, hogy lebetésztelek. Gratulálok, nagyon sok sikert kívánok. De aki nálam fiatalabb, azt meglehet, és lassan nálam már mindenki fiatalabb. Fekete Sándor. Gratulálok. Fekete tojójával kapott kiváló díjat. Következőben Kúr József szakelőrökkel megjutalmazni. 96 pontos valamilyen díjat kapott. Gratulálok. Most azok kapnak, akik dolgoznak. Máté Csaba lesz a következő díjasok. 96 pontos valamilyen a kompagyáról. Csabikám, gyere, légy szíves, mert 90 pontot elért az egyik galamod, a te hozzáállásod, a segítségedre, gratulálok, további sok sikert. Jelics, kamerába gyere, egy jó, puszi nincs, de azért most örülünk. Jelics Attila. Jelics Attila, gyere. 96 pontos galambjára. Gál Tamás urat szeretném. Kedves Tamás, gratulálok, és további sok sikert kívánok. Babdi Imre fiatal versenyző. Imre, gratulálok, további sok sikert. Mióta tenyésztél a Texát, te még nem olyan régóta. 3 év és már kapott 3 díjat, ez a harmadik. Tőlem vette a tenyészanyót. Köszi. Gólt István szeretnék. Az örök fiatal Gólt István, aki 43 éve tenyésztél a Texát. Kérdezi, hát csak hogy? Gratulálok. Tiszteletdíjak elfogytak, a következőben a magasabb szintű díjakat adjuk át. Először is a csapatverseny díjait szeretnék átadni. Géz István szeretnék. Pista bácsi. Aki kétszeres aranykoszorú és mestertenyésztő, a csapatversenyben 3. helyezett ért el. Annál is nagyobb érdem, mert 206 texán még nem volt kiállítva Magyarországon, nem nagyon volt kiállítva ilyen szintű texán, és az egyöntetű galambjaival elérte a 3. helyzet. Minimális különbségek voltak az 1-2-3,
Gratulálunk István, további sok sikert kívánok! Második helyzet Györgyesi Lajos klubtársunk, aki messziről jött, Pécsről, és ilyen sikeres volt. 570 ponttal második lett a csapatversenyben. Gratulálunk, sok, további sok sikert! És az első helyzet Bodor Tibor, 572 ponttal. Azt azért tudni kell, hogy talán a legnagyobb díj, a szakmai díj a csapatversenyben. 6 egységes galambot kiállítani, ez a legnagyobb nehézség, ez a legnagyobb hozzáértést igényel, mert egy-egy galamb kijöhet, de hogy 6 nagyjából egyforma szintű galambot összehoznak, az egy egységes állomány. Gratulálok, további sok sikert! Most a klubgyisztes díjakat adnánk át, hát a következő díjat egy olyan ember nyerte, úgy beletrafált véletlenül, nem nyerte meg a csapatverseny, de mégis sikerült egy galambot olyat hozni neki, meg a bíra is látta benne, hogy 96 pontot ért el, ez élenék. Klubgyisztes híven díj kapok. Köszönöm. Bézi István. Klubtársunk. Klubgyőztes tojó címet ért el. Ebből is látszik, hogy az előbbi csapatversenydíj azért megalapozott volt, mert itt is egy kiemelkedő galambja volt. Istvánsi, gratulálunk még egyszer további sikert. Klubgyőztes tojó. Most a fajta győztes címeket adnánk át, ez a legmagasabb szakmai elismerés, hogy a fajta klub egész éves munkáját tükrözi, és aki a fajta győztes hímgalambot nyeri, tehát az a csúcs. Bodor Tibor klubtársukat szeretném. Nyilván a csapatverseny is ebből adódik, ha ilyen szintű galambjai vannak, akkor a csapatversenyt is nyeri, és nyeri a szakmai díjat is. Gratulálok! Györgyesi Lajos urat szeretnénk. Tehát nektek kár leülni. Ő 90 ponttal a fajta győztes tojó címet ért el. Gratulálunk, további sikeres tegyőztes. Megint egy furcsa díj következik. Európa Champion hím. Ez köszönhető annak is, hogy Nick Vlaseknek nagyon jó a meglátása, mert az én galambomat választotta ki erre a címet. Én elfogadom. Európa Champion hím. Na ez aztán igen. Ilyen még nem volt Európában. Ne kapkodjál, lassan nem bírtunk fényképezni, Balázs. Ne kapkodjál. Mi együtt tenyésztünk a szlovákokkal, a tenyésztőjük a főleg tőlünk viszik. Nagyon örülök a sikerét, hogy mi sikerült a sikerült. Köszönjük, további sok sikert kívánunk. No, ezt már mondhatom, már nincs tovább. Tehát a diátadót azt megtettük. Köszönjük. Ja, még nem, mert már más járásokat. Polgár Béla, a Magyar Galambszövetség elnökének, hogy a minősítés szíveket adják. Én inkább fölfelé titulálok, hogy nektek, abból baj még nem lesz. Köszönöm szépen a szót. A Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Szövetsége nevében a több éves munkája alapján Juhász István tenyésztőtársamnak adnék át egy bronzkoszorús tenyésztői elismerést. Köszönöm.
Köszönöm. Következőkben Gólya Tibor sportársnak adnék át egy bronzkoszorús érdemes tenyésztői címet. Némi szomorúsággal, de Ábri Gyula sportársunk, aki szintén beadta ezt a kérvényt, sajnos nem érhette meg ennek a felbírálását. Ő ez is koszorús kiváló tenyésztői címet ért el. Bézi Ószobi átrendben. Akkor átadnánk ezt a díjat is, amit ő nevezett a versenyre, sajnos az utolsó pillanatban érte a tragédia, úgyhogy ha itt van, kiváló tenyésztő, biztos kapott volna a díjat, úgyhogy a díját átadjuk, elküldjük gyászoló családunknak, részvétünkkel, és egy képet hozzánk kiraktuk, volt velük Franciaországban 3 éve, itt van Gyula bácsi. Kérem, kérjük be ezt is videót, és nézzétek, hogy kívánjuk a családnak. A továbbiakban a Urner Antal elnök úrnak a tolmácsolását szeretném átadni. Az amerikai Texas Club elnökének egy érmet szeretnék átadni az NDK képviseletében. Ez az érem 130 évvel ezelőtti alapításból elfogadva, és ez azóta a magyar galambászoknak a barátságáról és az összetartásáról szól. Ezt a szövetség nevében szeretném átadni. Gyártott kerámia díjakat adnánk át. Az elsőt, egy MD-plakett kemel a díj, a polgárbírónak a szövetség képviseletében megjelent. Köszönjük a részvételt, a bíztató szavakat. Köszönöm. További sikeresenyét kívánok mindjárt. Köszönöm még egyszer. A következő díjat Új János úrnak szeretném a Kumánia Gyógyfürdő igazgatójának, hogy lehetőséget teremtett nekünk, hogy ezen a nagyszerű helyen tudjuk megtartani a sírjukat, méltóképpen köszönjük. Majd szépen köszönöm önök. Tovább is a sikerek a rendezvények. A következő díjat Horváth Győrös úrnak adnám át. Most már se sétál egy kicsit, mert... Aki mellesleg a többi címét, az nehéz elsorolni, de a Vidékfejlesztési Minisztériumnak a galamb ügyekért felelős munkatársa jelenleg pár éven belül államtitkár szintén. Köszönöm szépen, gratulálok! Hát nekünk csak jó lenne, mert protekciónk már van. Én egykori Texas-t egyiztem, ami az a egyik legfontosabb. Horváth Ferencet köszöntjük, megjutalmazzuk. Ő a létesítményben az ellátó, a tápellátó. Ő főzi a vacsorát, ő ad nekünk ételt, italt. Neve legyen áldott, gratulálok! Este lesz jó vacsora, buli lesz, úgyhogy jó bele, jó bele! Igen. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy nagyjából a program, tervezett programnak a végéhez értünk. De azért nincs vége, még odaírtam, ha van idő, akkor mit csinálunk, hogy csinálunk. Tehát tudok még programot. Én igazából azt szeretném, hogy a meghívott külföldi vendégek képviselője egy pár szóban értékelni a kiállításunkat röviden és tömören, ahogy ő látja. Ne kívjátok bennünket, mondjátok, a galambokból, szakmai dolgokból legyen szó. Jó? Elnézést, kicsit csúszott. Jó, pillanat. Oké, jó. Még van elnézést.
Ha jól értek, amikor a diátadásnak körülbelül a vége, úgyhogy gondoltok, hogy így a Kumenne Gyógyfürdő Kft. És a Horváth Kft. Nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni minden jelenlévőnek, és a szervezésed külön átbarátok, úgyhogy mi is átadnánk ezennel a mi közös díjunkra. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen még egyszer a szervezést. Köszönöm szépen. Tehát egy kulcs is van benne, valamelyik szabad. Köszönöm szépen. A következő Reprezentatív díjjal utalmaztok bennünket, nagyon szép, nagyon elegáns. Hát valószínűleg a Texas klubnak léptek egy saját ingatlan fog kelleni. Ezek a díjak, a feleségemnek tetszik, de annyira nem fog neki majd örülni, mert valakinek ezt különbözgetni a portrajtani kell folyamatosan. De köszönöm szépen, nagyon sok vagy, nagyon kedvesek. És tovább sok sikert a szlovák Texas klubnak. Tegnap este már a fürdőben megbeszéltük, hogy nagyjából 2013-ban a vendég Szlovákia lesz a szervezője az Európai Texas Cup kiállítására. Kaptak még egy kis gondolkodás időt, de nyomaték súlykolni kell belénk, és előbb-utóbb majd valami lesz. Köszönöm szépen! A következőben Kecse István polgármesterünknek adnám át a szót, ő is szeretne egy kis maradandó emléktárgyat adni. És lehet, hogy ezt szeretném. Először is szeretném elnök úrnak megköszönni jelen hónapjét. Szlovák barátainak. Bízunk benne, hogy ezekkel a borokkal nem fogunk szégyent hallani a francia jó minőségű lesz borok mellett. Az barátaimnak is szeretném megköszönni. Elnök úr, de nem utolsó szóval. Van nekünk magyar elnökünk. Itt ezt elveszte a 40. évig. Nagyjából a díjkosztó végére értünk, esetleg ha valakinek volna még valami díjat, úgy látok adni, hogy nehogy tovább lépjünk. Tout d'abord, je tiens à remercier Balázs et les organisateurs de cette manifestation. L'ensemble des personnes représentant la ville, le ministère, etc. Tous les différentes nations qui sont venues ici pour représenter le Texan. Et tous les éleveurs pour cette forte mobilisation autour d'une même passion qui est le Texan. És minden tenyésztőnek, akik így
mozgósítják magukat ennek a célnak az érdekében, hogy Texánt tenyésztenek. Nous sommes venus ici avec, on avait des relations en Hongrie. Et nous allons repartir, maintenant nous avons des amis ici. Donc ça c'est très important. Alors, moi je vais amener un petit présent d'origine française, du Champagne, la région dont on est originaire. Hozott egy kis francia eredetű ajándékot arról a felületről, ahonnan ő származik, mert ő Champagne vidékéről származik, ezért Pest-ből hozott. És át szeretné adni a klub elnököknek. Van hozzá pohár is, mert a közsgőt azért nem is szüvegből. Francia Texán. Ebben már jó volt nálunk. Nekünk még sokkal. Personne à remercier chaleureusement pour l'aide qu'ils nous ont apportée tout au long de cette exposition. Ben, c'est toi, Aïta. Van még három ember, akinek szeretném megköszönni a segítségét ebben a kiállításban. Ez pedig a három tolmács, akik segítettek abban, hogy... C'est très important pour nous parce que si vous n'étiez pas là, on n'aurait pas de cohésion dans ces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Töltünk bele pezsgőt is, bort is, amit ahogy élünk. Köszönjük nekik a segítséget! Egy fotót szeretne a klub elnökökkel együtt. Miért? Tudom. Épp nyíkönnyik. Olyan szomorú. 40 év. Fogja, várjál, most ezzel csak az a gond, hogy nem én vagyok 40 évesen már túl. Kedves vendégeim, igazából a hivatalos része a ünnepi díjmozgónak, a ünnepi rendezvénynek a megemlékezésnek vége van, de mi még szeretnénk tovább folytatni. Azt szeretném, hogyha szakmailag a külföldi klubvezetők értékelnék a kiállításunkat. A magyar galambokat, hogy állunk Európában, mennyire sikerült megközelítenünk az ideálrajzot, ugyanis azt nagyon sokan tudják, de valószínűleg nem mindenki tudja, hogy a Texán azért tenyésztették, én le van írva, hogy a katalógusunkban, hogy legyen egy kimondott húsgalamb. A galambot elképzel, tenyésztették és megrajzolták. Rajnoknak egy ideálrajzot. És mi ennek próbálunk megfelelni. Tehát ez a legnehezebb a világon, mert más galambokat az aktuális helyzetükben ugye megörökítik, lerajzolják és azt próbálják tartani. Nekünk adtak egy feladatot, a galambot lerajzolták 1961-ben, galamb így néz ki, és mi ezt próbáljuk megtenyészteni. Ez a feladat, ez nagyon nagy feladat. És bár nem értük el még, meg lehet, hogy sose fogjuk elérni, nem is baj, mert van célunk, tovább kell érnünk, hogy ezt elérjük, megcsináljuk, de azért egyre jobban közeledünk hozzá,
ha megnézzük a katalógusunkat az első belső oldalon, ott van színes kép, hogy hogy néztek ki a galambok, amikor elkezdtük tenyészteni az első egyedeket, hogy behozták Amerikából, és hogy néznek ki most jelenleg a galambjaink. Az szembeötlő a különbség, hogy mennyit fejlődött ez a galambfajta, mennyire közelítette meg az ideálászot. Sajnos Magyarországon nincsen nagyon nagy kultúrája a galambfogyasztásnak. Egy kicsit elvárosiasodtunk, elgépiesedtünk, de azért egyre inkább talán visszatalálunk a természethez. Most már nagyon sok utatban van galamb, baromfi, madár, megművelik a földjüket, az ember kis kertjüket, és ez nagyon jó, mert az ember onnan jött, és nem szabad elfelejteni, hogy onnan jöttünk. Tehát természetből fakadtunk, és kell, hogy barátságot tartsunk örökre az állatokkal, a növényekkel, a természettel. Köszönöm akkor, hogy meghallgatott, itt voltatok. Szerintem folytassuk lazán. Elsőként Bertrand Lornámnak kérni, hogy pár szóval értékelje. Itt most dolgoztatjuk megint a tolmácsokat, de most lettek megint almazók, és szerintem nem is hallgatok is őket. L'exposition est de grande qualité. C'est certainement une des plus belles expositions d'un point de vue organisation, récompense et tout ce que j'ai pu voir. Azt mondja, biztosan ez a legjobban megszervezett, a díjak minőségét illetően a legmagasabb szintű kiállítás, amit látott. Maintenant, d'un point de vue qualité des pigeons exposés, donc il est vrai que l'on observe quelques différences suivant l'origine des pigeons. Ami a galambok minőségét illeti, az igaz, hogy észre lehet venni különbséget a galambok származását tekintve. Ce matin, on a eu une grande discussion par rapport à un aménagement du dessin. Ma reggel volt egy elég nagy beszélgetésünk a rajz értelmezését illetően. Et bon, je vais répéter le discours que j'ai pu avoir ce matin. On a eu la chance d'avoir un dessin d'origine de base, et c'est ce dessin qui doit être respecté, qui doit faire foi. C'est à nous, éleveurs, de sélectionner nos pigeons de façon qu'ils ressemblent au dessin, et ce n'est pas, on n'a pas le droit de modifier le dessin pour qu'il s'accorde aux pigeons que l'on possède. És csak azt tudja elismételni, amit reggel ezen a beszélgetésen elmondott, hogy van egy szerencsénk, hogy megvan az eredeti rajz, amihez alakítanunk kellene a galambjainkat, és az a dolgunk, hogy ehhez hasonuljunk, és nem az, hogy a rajzot alakítsuk a saját galambjainkhoz. Il y a quelques petits aménagements que l'on pourra faire de façon à rendre plus clair le standard, mais ce seront que des aménagements, pas de conversion. Van néhány apró módosítás, amit megtehetünk annak érdekében, hogy könnyebben dolgozzunk, de az elsődleges cél az biztos. Ez minden. Jó, köszönjük szépen! Ja, akkor megkérem Miroslavot is pár szóval, ő is értékelje. Máme sa veľa čo učiť od vás ešte. Hlavne to, že ste dokázali zorganizovať takéto podujatie medzinárodné. Budeme sa aj my v budúcnosti snažiť niečo podobné zorganizovať u nás. Hogy fogunk akarni mindig megszervezni egy ilyen hasonló kiállítást a jövőben. Ale
fungujeme 3 roky, my 40 rokov. Tak, 40 éve. Tak dúfam, že to bude menej trvať ako 37 rokov. Takže ešte raz ďakujeme, že a dobre bolo o nás postarané. A mali sme z tohoto podujatia veľký zážitok. Ešte raz ďakujem. Mi is köszönjük, hogy itt voltatok és aktív részesítettek a rendezvények, mert egy közös rendezvény, tehát én hiába akarok egy európai rendezvényt, ha egyszer nem támogattuk. Köszönjük, hogy itt vagytok. Gastone Bertinato, pár szóval esetleg értékelni. De lehet más is, lehet Kárló is, lehet ő is. Kedves egybegyűltek, nagyon szépen köszönjük a meghívást, és mi is teljesen el vagyunk állva ettől a gyönyörű szervezéstől. A mai délelőtti beszél, közös klubelnöki beszélgetésre visszatérve, amit Bertlán Lord úr is említett. Igen, néhány apró változtatást kell tenni a... De ezek a változtatások nem térhetnek el meg az eredeti szembertől. Remélik, hogy legközelebb is össze tudunk majd jönni valahol. És amit egy pár évvel ezelőtt Desenzánóban elkezdtünk, annak az egyeztetésnek a végére tudunk jutni valamikor. Grazie a tutti. Még egyszer köszönjük szépen ezt a szép szervezést, a meghívást, és ő is egy kis apró ajándékkal szeretné megköszönni a résztvevőknek. Én meg Olaszországból hoztam. Igen, mivel hogy a tenyésztők között ugye sok hím van, egy kis afrodizsiák. Hoztam Olaszországból a parkezását. Először is szeretném megköszönni mindenkinek
világból a jelenlétüket. Amit itt a kiállításon látott galambokat, azok nagyon kiválóak, a texan normáknak megfelelnek, úgy gondolja, hogy tökéletesek ezek a galambok, most itt látok, mint ahogy a nyertesek és nyertes galambok is mutatják, teljes mértékben meg annyira tökéletes. A wise old man once told me, if you don't want to change the standard to meet the pigeon, you want to breed the pigeon to meet the standard. Nem kell megváltoztatni a standardet, hanem a galambot kell a standardek szerint létrehozni. Egy öreg ember mondta ezt neki. A show minőségét, a résztvevők jelenlétét nagyon értékeljük. Juste un petit mot pour dire que le meilleur texan de l'exposition, il est là. Azt mondja a texan, hogy a kiállítás legjobb texánja. Texas, Texas. The best show. Akkor Szlovák klub szintén szeretne a kluboknak. Most nálunk szintén jó a champanszkét. A Pezsgő. Pezsgő általában minden is jó. Francozé. Merci. Merci. Ok. Slovaki, c'était classe. Champagne? Light champagne. Ok. Köszönjük szépen! Köszönjük mindenkinek az aktív részvételét, a hozzáállását, mindenki jó járt, mindenki kapott valamit. Nem akarom berekeszteni ezt a kis ünnepségünket, bár a hivatalos részének a végére értünk. Én azt szeretném, hogy egy kötetlenül kicsit még maradnánk, beszélgetnénk, és hozzájárulnak a tisztelt külföldi vendégek is, hogyha a klub tagjaink úgy gondolják, hogy szeretnének kérdezni valamit, mert nagyon sokukban, nagyon sok kérdés van, és nem akarják érni, hogy mit tenyésszük a legjobb texán, azért kérdezhetnek még tőlük is, akik hiszik, hogy vannak ők is bennünket. Tehát, ha benne vagytok, Bertrand, Luka, egy kicsit maradhatunk, még Dóra, hogy így kötetlenül lazán közben, hogyha kérdés van hozzátok felétek, Nick, felé is, hogyha van, akkor megtetnék a kutatjaink. Lehet most már egy kicsit mozogni, nem annyira kötött a dolog. Én ezt szeretném, hogy kicsit beszélgessünk, de akinek fontos elfoglaltsága van, megértjük természetesen. Most itt barátkozunk, érezzük jól magunkat. A vacsora 18 órakor lesz, az mindenki tudja. Ott már lehet lazán szomjasan, éhesen jönni, érezzük jól magunkat. Nagy szeretettel várjuk Kornelius úrnak a vacsorára. A páros, a táncot is tervezünk, 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 a táncot is terv
Rögtön dicsérni fogjuk a Pestőt. Rám senki ne hallgasson, mindenki azt csinálni akar. Sziasztok! Bár jobban jártok a ráhallgatók szerintem. Vannak még ötleteim. Na, mesélj! Egészségügy! Nyilvános, hogy egy nagy lesz egy nagy támogatás. Ha elfogyott a Pestő, hiszen? Elfogyott a bővében, mindig legyen. Köszönjük, hogy itt vagyok. Köszönöm szépen! Mondom, ez a gond, de hogy nem én vagyok 40 éves, hanem. Ki lehet menni, lehet kóstolni, és utána pálinkával leöblíteni a torkunkat. Mert a magyar ember az úgy kóstol, hogy megkóstol az ételt, és kiöblíti a száját. Semlegesíti. Egy részben az lesz. Részben az lesz. Elárulható, hogy mi lesz még a vacsora. Tehát lesz egy nagyon finom húsleves magyar módra. Lesz egy birkapörkölt magyar módra, mert a Nagykunyság szívébe vagyunk, és itt a birka minden kertben megterem. Itt tudják, hogy kell főzni a birkapörköltet, paprikát, azt szereznek hozzá kalocsáról, innen-onnan, amonnan. De tényleg itt különleges módon főzik a birkapörköltet. Tehát aprólékosan megadják a módját. De aki nem szereti a birkapörköltet, az vesse magára, mert az elég furcsa. Annak lesz majd sültestál. Sertés, libamáj, kacsamáj, natúrmus. Ez csak a fantáziát kicsit elengedtem, de lesz még azért sok minden. Szóval, és csúcsosodik ki ebbe a nyereménybe. Oda meg a Miklósséget is. Mert a csúcsot Amerika van. Kell használni, hogy volt egy játszó, hogy a másik.